Jó estét kívánok, kedves nézőink! Önök az Emplén Televízió hírműsorát, a hírhetet látják március 6-án, szerdán este 19 órakor. Nézzük mai legfontosabb híreinket előbb egy-egy mondatban. Ülésezett a Sátorai Jóújhelyi és Hegyköz Együttműködéséért Egyesület. Sajtótájékoztató keretében mutatta be a Fidesz-KDNP Sátorai Jóújhelyi csoportja a város egyes számú választókerületének önkormányzati képviselőjelöltjét. A kerékpárosokra is vonatkoznak a KRESZ szabályok, kezdődik a tavaszi szezon. Tisztségviselő választás, emellett aktuális kérdések és a jövőben elvégzendő közös feladatok, ezekről is egyeztettek a Sátorai Jóújhelyi és Hegyköz Együttműködésért Egyesület tagjai legutóbbi ülésükön. Ennek eredményeként a tagtelepülések ismét Szamosvölgyi Pétert választották elnöknek. Bartus István Sátorai Jóújhely főépítésze pedig arról a jövőbeni kötelezettségről tájékoztatta a jelenlévőket, miszerint október 1-től valamennyi városnak és községnek rendelkeznie kell főépítésszel. Egy elnök és 4 alelnök a jövőben így áll fel a Zempléni várost és a környező hegyközi és bodrogközi településeket tömörítő Sátorai Jóújhely és Hegyköz Együttműködéséért Egyesület vezetése. A legutóbbi ülésen a jelenlévők egyhangúan szavaztak bizalmat a szervezet eddigi vezetőjének, Szamosvölgyi Péter Sátorai Jóújhely polgármesterének. Mandátuma 2 évre szól. Megpróbáljuk összehangolni a hegyközi és 2 bodrogközi településsel együtt Újhely azokat a fejlesztési lehetőségeket, amelyek majd rendelkezésre állnak. Egyelőre kivárunk, mert új pályázati kiírás nem történt, de reméljük, hogy ez a közeljövőben változni fog, és reméljük azt, hogy egy együttműködéssel egy komoly fejlesztési projektet tudunk megvalósítani. Góg András Mikóháza, Mester András Fűzérkomlós, Emriné Bajnok Zita Alsóberecki és Szebeni Endre Pálháza polgármestere pedig egy éven át alelnökként folytatja a munkát a szervezetben. Tovább folytatom az alelnöki munkát az Egyesület keretein belül. Továbbra is az a célunk, hogy egy közös munkával Sátorai, illetve a Hegyköz vonatkozásában közös projektek valósuljanak meg. Tovább tudjuk fejleszteni azt a turisztikai vonalat, amin elindultunk. A napi tennivalókkal kapcsolatos információk is elhangzottak az ülésen. Ezek között most az egyik kiemelt és valamennyi települést érintő feladat, hogy a városoknak, falvaknak október 1-től rendelkezniük kell főépítésszel. Ezért végétől minden településnek főépítésszel kell rendelkezni. Nem ahány település van, annyi főépítésről van szó, mert lehet társulni, 8 akár 10 településnél is lehet egy főépítész, hogy a kisebb településeknek nincsen szükségük főállású, de még félállásúra sem, de így együtt viszont ez fontos, és az építési szabályzat betartatását, az építési engedélyek kiadását a főépítész a rendezési terv szerint engedélyezi vagy módosíthatja. Valószínűleg az év vége felé egy tervtanács is létrejön, ami járási szinten magába foglalja majd a települési főépítészeket, és nagyobb beruházások, nagyobb építési munkák esetén pedig az ő véleményük is szükséges, illetve szükségessé válik. A főépítész alkalmazása többletköltséggel is jár a települések számára, melyet nem minden esetben tudnak finanszírozni az önkormányzatok. Ezért az Egyesület a feladat ellátáshoz szükséges plusz források biztosítása érdekében levélben fordul az illetékes minisztériumhoz. A települési önkormányzatok saját forrásból ezeket a feladatokat várhatóan nem tudják megoldani, ezért egy megkeresést fog az Egyesület kezdeményezni a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium felé, hogy erre forrást biztosítson a kisebb önkormányzatoknak, hogy gördülékenyen tudják megoldani ezt a feladatot. A főépítész alkalmazása kötelező feladat lesz. Az esetben, ha valamelyik település nem tesz eleget a kötelezettségnek, a járási székhely jegyzője rendeli azt el.
Sajtótájékoztató keretében mutatta be a Fidesz-KDNP Sátora-Jóihelyi csoportja a város egyes számú választókerületének önkormányzati képviselőjelöltjét. A várhatóan június 9-én megtartandó helyhatósági választáson itt egy új jelöltet állított a pártszövetség Nagy Mónika Ágnes személyében. A jelölt kiemelte, elsősorban a közbiztonság erősítése és a fejlesztések területén szeretne további eredményeket elérni a választókerületben. A Fidesz-KDNP Sátora-Jóihelyi csoportja több olyan jelöltet is indít, akik évtizedek óta eredményesen szerepelnek saját körzetükben. Most az egyes számúban azonban egy új jelöltet állítottak Nagy Mónika Ágnes személyében. Szamosvölgyi Péter polgármester jelölt szerint vele csak erősödik csapatuk. Ő egy új arc, de ugyanakkor régi, hiszen édesanyját nagyon sokan ismerik, ismerték a reformátusság körén belül is. Ő régi Fidesz tag, tehát nekünk nem új. Lehet, hogy a választókörzetben még igen, de én biztos vagyok benne, hogy nagyon hamar meg fogják ismerni. A temperamentumától, a munkához való hozzáállástól kezdve, akár egyes emberek személyes problémájának megoldásáig, ilyen emberekre van szükségünk, és az a csapat, amely elindul a választásokon, erősödik egy hölgyel. Ne felejtsük el, ez számunkra is fontos. A másként látás az mindig előre viszi a dolgot. Neki is, és a választópolgároknak azt tudom mondani, ebben az esetben is egy mindenkiért és mindenki sátorra jó helyért. Nagy Mónika Ágnes szerint kihívásokat bőven tartogat majd ez az új feladat, de nagy lelkesedéssel szeretne megfelelni az elvárásoknak. Megtisztelő volt a felkérés polgármester úr részéről, és szeretném, hogyha teljes jogú tagja lennék ennek a csapatnak, hiszen érzem, hogy jó csapatba fogok tartozni, eleve már ebbe a csapatba vagyok. A közbiztonság javítása, ami nagyon fontos az egész város számára, és ennek a körzetnek is. Tovább folytatni a járdák és az utak fejlesztését, és hát majd az újabb feladatokat későbbiekben. A jelölt Sebes Péter korábbi önkormányzati képviselő körzetében indul majd, aki szerint jó választás volt az új jelölt. Jó szívvel ajánlom a körzetben, amiben lehet segítem a munkáját, hogy az, ami elkezdődött beruházások folytatódjanak, illetve hát újabb rendülettel, újabb energiával több fejlesztést tudjanak körzetbe hozni. A helyhatósági választás időpontját várhatóan június 9-ére tűzi majd ki a köztársasági elnök. A katolikus világban a nagyböjt elsősorban az önvizsgálat, a befelé fordulás és a lelki megtisztulás időszaka. Ám ahogy belül, úgy kívül is meg kell tisztulnunk. Húsvét előtt hagyományosan elvégzik a nagy takarítást az otthonokban a háziasszonyok. Ugyanúgy a nagyobb családnál, az egyház községnél is ez történik a hívek közös munkája során, mondta Trescsula László görögkatolikus parókus. Ezen felül egymás megsegítése és a magunkéról mások javára való lemondás is fontos részét képezik a böjtnek. Sőt, ez az ima bizonyos formájának is tekinthető, így tartós élelmiszereket, valamint egy beteg kislány műtétjére adományokat is gyűjtenek a templomban. A nagy böjt az önvizsgálat időszaka. Azonban nem szabad csak befelé fordulnunk, kifelé is kell, hiszen ezen időszaknak a cselekvés is fontos részét képzi. A lelkünk megtisztításán felül a környezetünk megtisztítása sem árt. Ahogy ünnepek közeledtekor az otthonaikat is kitakarítják az emberek, ugyanúgy a nagy családban, az egyházközségben is részét képzi ez az ünnepre készülésnek. Az imádságon túl a környezetünket megpróbáljuk rendbe tenni, és így történik ez most nálunk is. Meghívtam az egyházközségnek a tagjait, hogy a templom környékét, a parókia környékét tegyük rendbe. Tavasz van, ugye, és tavasz hozza magával a gondolatot, hogy a régi dolgokat, a tél elmúltával, a beszennyeződött régi dolgokat takarítsuk el, és adjunk lehetőséget az újnak. Így lesz ez most nálunk szombaton egy ilyen kis közösségi munkára. Várjuk a kedves híveinket, egyháztanács tagokat, hogy a templomudvart és a környezetünket itt egy kicsit kitakarítjuk. Ez is böjt, ez is igazából imádság is, amikor az ember jó szívvel tesz valamit a közösségért, az imádság tud lenni. A böjthöz kapcsolódóan a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia egy héttel ezelőtt
tartós élelmiszergyűjtést hirdetett. Így van ez a sátoraljaújhelyi görögkatolikus templomban is, ahol az előtérben várják ezen felajánlásokat vasárnapig. Itt nem a mennyiség számít, nem a felesleges odaadása a fontos, hanem a böjt szelleméhez igazodva a sajátunkról való lemondás, mondta el Tresz Csula László görögkatolikus parókus. Ennek az üzenete az, hogy együtt érzünk a hiányt szenvedőkkel, és ezekből a kis mikroadományokból, ezekből a kis felajánlásokból tudunk örömet szerezni a rászorulóknak. Abból kell adnunk, amit el tudunk venni most a nagybőjt folyamán, el tudunk venni az ajkunktól, amit megehetnék, elfogyaszthatnék, de nem teszem, mert együtt érzek a nélkülözőkkel, és azt hozom el. És ezen túl nekünk van még egy elhatározásunk, tudomásunkra jutott, hogy a kárpátaljai Fancsikán, ahol én szolgáltam 2,5 évet, és negyedik vagy ötödik szomszédunkban élt egy család, és a kis Emília, aki akkor még picike volt, most meg már hála Istennek 15 éves, és sajnos súlyos betegségben szenved, és egy nagyon komoly műtétet kell elvégezni rajta. Erre a célra a templomban elhelyezett ládikóban gyűjtenek adományokat. A parókus számít a keresztényi összefogásra a segítségnyújtás érdekében. Szép tiszta napsütéses idő jellemezte az elmúlt napokat, ennek köszönhetően egyre többen elővették a kerékpárokat a tárolókból, garázsokból. Azonban fontos hangsúlyozni, hogy ezekre a járművekre ugyanúgy vonatkoznak a KRESZ szabályai, mint a motorokra. Ajánlott a láthatósági mellény viselése, és bár az alkoholfogyasztás kapcsán nincs zéró tolerancia, de már kis mennyiségű elfogyasztott ital is lassíthatja a reakcióidőt, vagy bizonytalanabbá teheti a közlekedést. Kerékpárra ülni és csak felelősség teljesen szabad. A jó idő előcsalta a kirándulókat, motorosokat és a biciklistákat is. Az utóbbi vezetéséhez nem kötelező semmiféle engedély vagy jogosítvány, így a használóik gyakran nem is tudják, hogy bizony ugyanúgy vonatkoznak a KRESZ szabályai a kizárólag emberi erővel hajtott kétkerekűekre is, mint a motorizált társaikra. Ugye az autósnak két nagy ellensége van a közlekedés során, az egyik a kerékpáros, a másik a gyalogos. A kerékpárost is ugye nem szeretik azért, mert ő a kerékpáros, de amikor a kerékpára ül, akkor ugyanúgy kerékpárossá válik ő is. Hát a jobbratartási kötelezettséget ne hagyják figyelmen kívül, ne menjenek már egymás mellett az úttesten, ez nagyon jó lenne. Kerékpárúton ezt meg lehet tenni. Használják a szükséges biztonsági berendezéseket, gondolok itt a bukósisakra, meg nagyon fontos lenne a mellény és a kivilágítás. Ez rendkívül fontos. Higgyék el, hogy egy mellénybe, egy láthatósági mellénybe sokkal hamarabb észre lehet venni egy kerékpáros, mint bármilyen rikító öltözékben. A fényvisszaverő az nagyon jól teszi a dolgát. Még egy fontos különbség van a biciklik és más járművek között. Bicikli használat esetén nincs zéró tolerancia az alkoholfogyasztásra, ám bizonyos mennyiség után már sokkal veszélyesebben és lassabb reakcióidővel lehet közlekedni vele. Így a szakember arra kér mindenkit, ne üljön a két kerekűjére, ha ivott, és más esetben is csupán láthatósági mellény használatában tegye azt. Én alkoholellenes vagyok ebből a szempontból, kerékpárosok részére megengedték minimális alkoholfogyasztást, azzal lehet közlekedni, hát igen, most, hogy mennyi, kinek mennyi a minimális, tehát hogy kinek mennyit bír el a szervezete, ez már egy sajnos egy külön téma. Ha most megnézzünk egy gyárterületet, sok gyárról már be sem lehet menni, csak láthatósági mellénybe, pont a gyalogosok védelme érdekében egyébként oda kötelező a mellény. Én ezt a lakott területen kívül belül kötelezővé tenném a kerékpárosoknak valamilyen formában, ha ez rajtam múlna. Ahogy hírműsorunkban többször is felhívtuk már a figyelmet rá, a közlekedésben a legfontosabb mindig a baleset megelőzés, ezért akár járművel, akár gyalogosan közlekedünk, mindig figyeljünk oda magunk és embertársaink érdekében. A tavaszi szabadtéri atlétikai versenyeket készítette elő az a terematlétika verseny, melyet a Sátoraljaújhelyi Diáksport Bizottság szervezett. Az általános iskolák csapatai 4 versenyszámban és 2 korcsoportban mérték össze ügyességüket. A szervezők ezúttal vegyes, fiú és lány csapatokat hívtak a megmérettetésre.
A Sátoraljaújhelyi Diáksport Bizottság az ősszel lebonyolította a diák olimpiai sportok közül az atlétika versenyek első fordulóját, és már közeledik a második tavaszi forduló, melynek során az is eldől, hogy kik azok a gyerekek, akik tovább jutnak a városból a megyei fordulóba. Ezt megelőzve és a tavaszi szabadtéri versenyre is készülve hívta a szervezet az általános iskolák diákjaiból összeállított csapatokat a szlovák iskolába teremathlétika versenyre. Pribojszkiné Emri Gabriella szerint az atlétikában a diák olimpiai sportok között is kiemelkedően magas a gyerekekkel szembeni elvárás. Ha a város nézem, akkor olyan nagyon sokan nem tudnak felzárkozni ahhoz a szinthez, amelyet hoznak olyan iskolák, ahol komolyan veszik ezt, heti 5 edzést tartanak, sportiskolákkal rendelkeznek. Nálunk egy kicsit szűkösebb a lehetőség, elég magas szinten követelnek a különböző sportágakban, tehát az atlétikában magas szintű a követelmény. De azért vannak olyan diákjaink, akik bekerülnek megyei versenyre, és van, aki onnan is tovább tudott jutni. Tehát azért van büszkeségünk is ilyen téren, de az biztos, hogy a léc az magas szinten van. A gyerekek vegyes csapatokban 4 versenyszámban mérettették meg magukat. Váltó és akadályfutás, medicinlabdadobás és helyből távolugrás. Móri Csaba, a szlovák iskola testnevelő tanára szerint ezek a versenyszámok ismerősek a diákok számára. Általában ezek a természetes mozgásokhoz igazodik. Gátakon kellett átfutni, rendes futás volt, váltófutás, ezt a gyerekek csinálják, a szabadban is tulajdonképpen. Testnevelés során rendszeresen vannak váltófutások. Az alsó tagozatban éveken keresztül készültek a játékos ügyesi sportversenyek keretében hasonló feladatokkal, úgyhogy ezek a feladatok nagyon ismerősek kellettek, hogy legyenek a gyerekeknek. A most zajló különféle sport megmérettetések céljai között szerepel, hogy a hosszabb téli szünet után a gyerekeket visszavezessék a versenyzés világába. Nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy azok a gyerekek, akik eddig most a téli időszakban nagyon keveset volt alkalmuk versenyezni, azok visszatérjenek a versenynek a érzéséhez, ahhoz, hogy a feszültséget tudják kezelni, ahhoz, hogy el tudjanak indulni úgy, hogy a társukért is harcolnak, és elsősorban igen, ahogyan ezt mondtad is, a verseny arról szól, hogy azt a hangulatot, azt az érzetet visszahozzuk a gyerekekbe, visszacsempészünk. A teremathlétika versenyen résztvevő gyerekeket a Diáksport Bizottság oklevéllel és érmekkel jutalmazta. Hírműsorunk végén pedig nézzük még egyszer legfontosabb híreinket egy-egy mondatban. Ülésezett a Sátoraljaújhely és Hegyköz Együttműködéséért Egyesület. Sajtótájékoztató keretében mutatta be a Fidesz-KDNP Sátoraljaújhelyi csoportja a város egyes számú választókerületének önkormányzati képviselőjelöltjét. A kerékpárosokra is vonatkoznak a KRESZ szabályok, kezdődik a tavaszi szezon. Kedves nézőink, én mára megköszönöm megtisztelő figyelmüket, friss hírekkel a megszokott időben, holnap este 19 órakor jelentkezünk. Tartsanak majd velünk akkor is, viszontlátásra!